Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, művészbejáró videómagazinunkat látják a Bajorgizi Szalomban játszott előadásaink kapcsán. A következőkben Szűcs Nellivel készítettünk interjút, velem pedig Bánfalvi Laura beszélgetett. Egy édes dal, mely néha visszatér, be sokat ér. A múltunkból egy röpke pillanat, mely elrepült, úgy elszaladt. A Bajorgizi Szalonnak a nézőtere olyan 50-60 fős. Játszottad már nagyon nézőközönség előtt? Ajaj. És mekkora volt? Tehát játszottam, ahol voltak mondjuk 200-an is, vagy játszottam Esztergomi várban, ami ugye egy teljesen más, hiszen egy nyitott tér. Attól féltem ott, hogy a templom harangja azért meg fog zavarni, de a templom harangja nem, hogy megzavart, hanem épp akkor kondult, amikor kondulnia kellett. Nem vigasztal meg engemet, csak a halál így jár, aki ő szeretőt nem tart. Alanasz várjál, mannokkám, mit mondnáj? Lásol, sukár, pacsán, már egy elmúgó. A jíló, nincs mind, száz kárél, mannunk má. Te méró, adél, kinél, kászká, mert csácsoló. Az előadásnak a díszlete ugye egy romkocsma tulajdonképpen, és teljesen egyszerűen stílszerűen egy romkocsmában ültem, amikor azon gondolkoztam, hogy mi legyen a díszlet, és így körbenéztem, és azt gondoltam, hogy ez, tehát mi más. Ezt mondtam, és ez nagyon izgalmas. Tehát tulajdonképpen az egész olyan, mintha egy romkocsmába bulizós fiatalember gondolatai lennének versben megfogalmazva. Ezt lehet látni, magát a szövege, a textúrája az előadásnak. Hát én nagyon sokat tettem hozzá, mint rendező is, meg a, úgymond a darab írója. Úgyhogy én ebben a helyzetben kipróbáltam magamat, úgy, mint egy művész ember, aki 25 éve mondjuk ezen a pályán van, hogy mit tanult a rendezőktől, a kollégáktól. És akkor én ezt próbálgattam ki magamon. Színházat is alapjából úgy veszem, hogy minden nap meg kell szülni, bele kell halni, majd otthon vagy másnap lehet észhez térni, de a néző az mindig más, tehát ugyanúgy megérdemli a játékodat épp olyan erővel, épp olyan odaadással, mint aki a tegnap nézte. Ó, ti büszke édeniek! Megrontók rokonai! Ne poroszkáljatok már álmaimban is! Retteget cell a lakásom előtt! Tüzet sose fogó vasalt, töltyfa ajtók, átkos cirkliét már ne zörgessétek álmaim útjai elé! Hazát. És szerelmet keresek. Nagyon sok tekintetben hasonlítok szerintem az édesapámra. Ezt most már így utólag tudom. Tehát a versekből, amiket ő leírt, amikről szólnak ezek az anyagok, azok tulajdonképpen leképezik a mostani életemet, csak annyi különbséggel, hogy ezek költői nyelven vannak írva, az én életem meg egy végtelen prózai. De ilyen szempontból igen, tehát ezt mindenképpen rám hagyta. Van egy olyan vers az előadásban, az énekekének az utolsó nagy vers, tulajdonképpen amiatt az egész önálló estet kitaláltam, hogy legyen, mert ez a vers, ez egy előadásért is kiállt. Az pedig egy nagyon izgalmas, filozófikus és végtelen jól megszerkesztett egyébként vers, ami úgy vettem észre, hogy minden korosztály számára elképesztően tanulságos és élvezhető. Ha fölfogalmazhatom a teremtő keserűségét, mely szerint? Itt állok. Fölséges nagy szerelemben. Igaz, nagy szerelemre készen. De mikorra ölelni kéne? Mikorra hagyná, hogy megöleljem? Libánusz fák, figyeljetek rám! Sok ezer év a tanultok, sok ezer év a tanult. Akkorára férfiatlan leszek. Teljesen férfiatlan. Az előadásban is kerestem azokat a pontokat, vagyis ahogy raktuk össze a forgatókönyvet, meg tehát az volt,
hogy én róla beszéljek, mint művészről, mint jelenségről. Keresem azokat a pontokat, közös pontjainkat, ami összeköt bennünket. Tehát az, hogy beregszálsz, tehát az, hogy színészet, tehát az, hogy hazaszeretet, Isten, és ezek benne vannak az előadásban. Tehát ezeket úgy egy, hát valaki, aki tényleg úgy ül be, hogy nyitott léleke, az észreveszi ezeket a pontokat. Ha éjjelente elcsavargok, édesem, ha többet nyújt nékem a kába átvalé, ha romleányok bágyatok tüzében égek, most már csak éppen, hogy csodálkozzál ezen. A verseken kívül a cigány kultúrából bármit hagyott rád? Vagy rajta keresztül bármit megismertél ebből? Hát ez az életigenlő, kicsit ilyen életigenlő magatartás. Igen, hiszen hát egy olyan népről beszélünk, akinek sose volt igazán hazája. Tehát állandóan vándorolni kellett, és ehhez ugye kell valami talpra esettség, vagy hát a mindennapnak, tehát az, hogy egyáltalán nincsen egzisztenciális biztonság sok embernek, meg hát az év ezredek során nem volt ez jellemző, talán még mai napig sem. Ez ugye ez valami talpra esettséget eredményezett, meg valami minden napnak örülünk, minden pillanatot megélünk, mert örülünk, ha most jó, és kevésbé foglalkozunk azzal, hogy mi lesz holnap. Ez egy életben maradási ösztön, nyilvánvalóan. Ez abszolút jellemez engem. Istennel való kapcsolata, tehát ez is nagyon fontos a mának, a mai fiataloknak, akik úgy lézengenek, egyesek, tisztelet a kivételnek, de nagyon sokuk, akik nem tartoznak sehová se hazám, se Istenem, semmim nincs. És azt mondom, hogy ez az előadás nem csak neki róla szól, hanem azokért, az emberekért is, akik úgy haltak meg, hogy egy bélyeget kaptak a homlokokra, és nincsenek rehabilitálva mai napig. Művészbejáró videómagazinunkat látták, várjuk Önöket az előadásokon!